Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt vagyunk újra a családról szóló műsorban, amely már egy héttel ezelőtt is az advent jegyében zajlott, akkor advent első hétvégéje előtt voltunk. Most már ég egy gyertya az adventi koszorún, és a témánk továbbra is a karácsonyra való készülődés, az adventi időszak. Szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort, Fekete Cseré Zsuzsannát, aki azt mondta, hogy úgy mutassam, vagy ő a Zsuzsi. Köszönöm szépen, ez bőven elég ott. Azért szeretném elmondani, hogy a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő, mozgásterapeuta és rekreológus. Ki mondta? Király. Most már egyel több. És itt van velünk Gábor atya is, Tornyai Gábor, plébános mentálhigiénés szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntök mindenkit, én is. Gábor atyának nagyon köszönjük, hogy a műsor előtt meggyújtotta ezt az első gyertyát, ami jelzi, hogy elkezdődött valójában az adventi időszak. Előző műsorunk témája az volt, hogy hogy jelenjen meg ez az időszak a családban. Hogy ez tulajdonképpen arról nem beszéltünk, hogy ez miért is lehet fontos. Miért lehet fontos egy család életében, hogy itt ezeket a hagyományokat, amelyek köthetők ehhez a gyönyörű ünnephez, kialakítsák, és ezt tartsák. Egyáltalán miért van szükség a hagyományokra? Én ezen gondolkoztam az beszélgetéseink kapcsán, így végig nézve a dolgokat, hogy a régi világban az embereknek volt két öltöző ruhájuk, volt egy viselős, meg volt egy ünneplős. És akkor, mikor elérkezett a vasárnap, akkor fölvette az ünneplőjét, kisuickott a csizmáját, és a lelkét is ruháján kívül a lelkét is ünneplőbe öltöztette. Na most ezek a külsőségek, ezek a megtartó erő. De ettől még a belsőnek ott kell lenni, és a belső tartalomnak meg kell adni a módját. Tehát, hogyha a külsőségek nem figyelmeztetnek arra, hogy befelé is figyeljek, akkor baj van. De ha nem adom meg a külsőségeket sem, akkor elsilányodhat a dolog, és akkor nem fogok tudni erre. Tehát ez nagyon fontosak a keretek. Én azt hiszem mindenféle módon. A liturgiában is megvan a rendje a dolgoknak. Az élet minden szakaszának is megvan a rendje. Én azt gondolom, hogy ha ezt így tudjuk felfogni, akkor fontos, hogy alakítsunk ki jó szokásokat. És ezek fognak bennünket megtámasztani. Egy régi reklám jutott eszembe. Most azért merem elmondani, mert szerintem már nem létezik ez az amfora. Volt ez a tartalomhoz a forma amfora. Igen. És hogy igen. Szerintem lehet, hogy, igen. Lehet, igen. Hogy ez hogy van egy tartalmam, aminek van egy formája, egy kerete. Tehát, hogy akkor élő valami, hogyha annak, ha nem csak a külsőség jelenik meg. És szerintem, amit próbálunk most így idehozni ezekben a beszélgetésünkben, akár ebben a mai beszélgetésünkben is, hogy azon túl, hogy van egy formánk, annak legyen egy tartalma is. Akkor van értelme. Mert ha csak az üres keretek vagy az üres formák maradnak meg, akkor attól mindenki idegenkedik. Idehoztad így az egyházunknak a gyakorlatát, vagy a liturgiának a rendje meg a szabálya. Ugye sokszor, ha bejönnek hozzánk katolikus templomba emberek, és mondjuk részt vesznek egy szertartáson, ők ugye csak a formát látják. Főleg, hogyha úgy jönnek be, hogy nem hívő emberként jönnek be, csak szokás, mert mondjuk például egy temetés után szokás, hogy akkor misét mondassunk. De bejönnek, és akkor én ott vagyok papként, hogy jó, hát megtartom ezt a misét, de hát ezek az emberek nem tudnak vele mit kezdeni. Én a formákat, hogy kitárom a kezemet, vagy imádkozom, csinálom, de hogy ő csak ül és nézi. És azért szoktam olyankor annyit csinálni, hogy megpróbálok néhány alkalommal így megállni a misében, és akkor elmondani, hogy tulajdonképpen itt az történik, hogy mondjuk, amikor felajánláskor hálát adok az Istennek a kenyérért meg a borért, megköszönöm neki azt a jót, amit kaphattam tőle, és ezt ezért imádkozom. És akkor szoktam kérni, hogy akkor most az elhunytal kapcsolatban idézzenek föl valamit, amiért önök hálát tudnak adni, és kapcsolódjonak így bele az imádságba. És akkor már megtelítődik. Vagy a legszentebb része. Ez szép. Nagyon. Én nagyon fontosnak tartom, hogy mert egyébként tényleg csak egy színdarabon vesznek részt az emberek.
hogy én ott beoltam, szoktam mondani, hogy gyakorlatilag egy katolikusként egy musical főszereplője vagyok, mert főleg, ha énekes mise van, mert beoltozok a sekresibe, bevonulok, időnként dalra fakadok, meg így mozdulok, úgy mozdulok, meg térdet hajtok, és utána kimegyek, időnként orgonakísérlet is van, de mint egy musical, egy jó színdarab attól működik, hogy a rendje megmaradt, és hogy a színészek mindig ugyanazt játsszák. Vannak biztos improvizatív darabok is, de mondjuk a macskákat szerintem nem tudom hány ezerszer adták már elő sokszor színészek, de az pont attól jó, hogy ugyanazt adja elő ugyanúgy. Egyébként a liturgia szépsége meg az, hogy nekünk nem kell ugyanúgy, még ha egy külső szemlő ezt is látja. Hát én azt gondolom, hogy, és akkor csak meg is érkezek ahhoz, amit kérdeztél, hogy meg az, amit most itt Zsuzsi említett, ugye a rend, a latin kifejezés úgy használjuk, hogy ordo, a rend. És ez a rendezettségről szól, és a rendezettség az valamiféle biztonságot tud adni. Amikor rend van az otthonomban, vagy rend van az életemben, akkor ott nyugalom van. Erről is sokszor beszélgettünk. És azt gondolom, hogy ezek a fajta liturgiák, és a családi liturgiák is például egy gyertyagyújtás, amiben megállunk és megvan a rendje, az tud adni egyfajta nyugalmat, ha nem csak a külső kerete van, hanem a tartalma is benne van. Most kaptunk magyarázatot arra, hogy miért alakult ki az a hagyomány, hogy karácsony előtt nagy takarítanak a háziasszonyok. Tehát azért mégiscsak fontos az a bizonyos takarítás, hiszen rend a lelke mindennek. Nekem még egy dolog jutott eszembe, a szer tartás, ami tartást ad a szernek. Tehát, hogy annyira gyönyörű a mi nyelvünk, és olyan szépen mondja el ezt. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Én is. A másik, aminek nagyon örültem, hogy elmondtad ezt a templomi turista látványosságot. Hasonló lett volna egy kérdésem, csak nagyon dilemmáztam, hogy lemenjünk-e ilyen mélyre, de próbáljuk meg választ adni rá. Nagyon sok tévéműsort, akár könyvet, akár rajzfilmeket láthatnak a gyerekek karácsony előtti időszakban, hogy miről is szól a karácsony. Én mégis úgy gondolom, hogy az igazi adventi készülődés az, hogyha megfogjuk a gyerkőc kezét, és elviszük Székesfehérvár belvárosába, gyönyörű Betlehem van mindig, de minden templomban találkozunk Betlehemmel, és odavinni a gyereket, és megmutatni neki, hogy itt a kis Jézus. Persze, aki megkérdezi, hogy ki ő? Na, itt jön a válasz, mondjuk először nyilván Gábor atyától, és aztán majd a hölgyeket kérem, akik a gyerek szívhez azért közelebb állnak, hogy jó, és akkor ezt hogy fordítsuk le? Tehát mit mondjuk a gyereknek, amikor elmegyünk, és elmondjuk neki, hogy azt ünnepeljük karácsonykor, hogy megszületett a kis Jézus, és a gyerek visszakérdez rám, ha is stílus, hogy na és? Tehát valamit, hogy tanítsuk ott. Most egy olyan témát hoztál elő, ami nekem mindig nehéz, mert nem tudom, hogy ezt hogyan kell jól csinálni. De hogy amikor az adventi időszakban már benne van a karácsony, tehát hogy az adventben ott van már a Betlehem, mondjuk egy adventi helyzetben, tehát ugye a püspökségén erre próbálnak odafigyelni, én nagyon szeretem ezt, hogy ott megjelenik ez a vonulás, hogy nem ott van már a Betlehem, és akkor kis Jézus, meg Szent Család, meg mindenki, hanem hogy a család vonul és megérkezik. Vagy hogy már karácsonyfát állítunk adventben, nekem ezek így nehézségek, vagy sokan. Persze lehet azt mondani rá, hogy igen, hát a készület is oda irányítja a figyelmünket, meg, de hogy adventben még ne karácsony énekünk legyen. Tehát ez úgy lenne igazán szép, hogyha ha az adventben egy készülődési csendesülés van, és karácsony az oda találnánk meg valamit, hogy ott a karácsony és az új év közötti időszakban az egy ünnepi időszak lehessen. És akkor oda csinálni mondjuk, de persze, na mindegy, ezek már csak ilyen fantaszmagóriák a részemről, hogy ugye a helyére, hogy rendben legyen minden, és a helyén legyen minden. És amikor van valami, akkor az ott legyen, ahol van, és ne ott, ahol nem lennie kellene. Ugye magyar tanul fejezem ki magam. Ugye, hogy a kis Jézus, ugye ez volt ez a kérdés, hogy most Jézust meg hogy hogyan ünnepeljük. Azt tudom erre újra csak mondani, ami nekem szintén így fontos, hogy én azt gondolom, hogy akkor tud a szülő beszélni a gyereknek arról, hogy tulajdonképpen mi van karácsonykor, meg kicsoda kis Jézus, hogyha ez benne valahol helyére kerül. És akár egy adventi készület egy szülő szempontjából lehet az is, hogy mondjuk elkezd egy kicsit utána nézni, hogy tulajdonképpen mi is történt, vagy hogy is van ez a történet, vagy mi is történt ott tulajdonképpen.
És akkor akár azon is elgondolkodik, hogy ez nekem miért fontos. Tehát, hogy amit én sokszor szoktam mondani, a ma embereinek azt hiszem, hogy ez az egyik kérdése, hogy jó, de ez nekem miért jó? Jó, ez nekem miért fontos? És sokszor ezt is szoktam mondani a templomba az ott levő embereknek, hogy például gondolkodj el az, hogy neked miért jó, hogy te templomba jársz, vagy te miért jó neked, hogy imádkozol, mert ezt fogják tőled megkérdezni. És akkor azon elgondolkodni, nekem miért jó az, hogy most lehet, hogy furán ez, de nekem miért jó az, hogy az Isten emberré lett? Értem, mit jelent az, hogy Isten? Van-e Isten egyáltalán? Mi az, ami meghatározza az én életemet? Mik azok? És akkor innentől már aztán ezer felé szétnyílik ez a történet, hogy viszonyulok a világhoz, amiben benne élek, amit én ajándékba kaptam. Nekem nagyon, nem akarok így teologizálni, de nekem a karácsony az ott a teremtéssel kezdődik. Olyan szép, ahogy a Biblia elkezdődik, hogy az Isten akarta, hogy legyen és lett, és Isten látta, hogy ez jó. És örült az Isten annak, amit megteremtett. És hogy nekem ez a Biblia első lapjának az olvasása, ez arról szól, hogy a hívő ember így körbenéz a világba, és rácsodálkozik mindenre, ami ott van körülött, hogy mennyi mindent kaptam ajándékba. Hogy én egy megajándékozott ember vagyok. Nem természetes az, ami körülvesz engem, ne legyen természetes, ami itt körülvesz engem, hanem hogy ajándékba kaptam azt, ami ott van, és legyen szó a fényről, a sötétségről, a napról, a holdról, a csillagokról, és akkor itt előjöhetnek akár a nyári esték, amikor az ember kiül hullócsillagokat nézni, hogy ez ne legyen, hogy milyen szép, vagy megnézek egy ásványt, és hogy milyen szép színe van. Egyszer egyik barátommal erről beszélgetünk, hogy miért színesek az ásványok. Nincs értelme, hogy színesek legyenek. Tehát ember ésszel nézve nincs értelme. De ha az ember megtalálja és gyönyörködik bennük, akkor azt tudom mondani, hogy van értelme annak, hogy ez szép. És akkor onnantól már megajándékozott vagyok. És hogy nekem valahol a karácsony, ha már kis Jézus, meg a Jézus, meg az Isten megtestesül, meg eljön, akkor ez, hogy én megajándékozott vagyok. És hogyha egy szülő ezt tud magáról így gondolkodni, akkor azt hiszem, hogy tud a gyerekeinek is mesélni arról, hogy mi is van ott abban az istálóba. Nekem advent az, hogy mi most hárman ilyen csendben és ilyen élvezettel hallgattunk. Nem jellemző ránk, de ez egy szép adventi ajándék volt, úgyhogy köszönjük szépen. De nekem még mindig ott a kérdés, és akkor most a hölgyeket kérdezem, hogy mi legyen ilyenkor a válasz. Ugye, hogy a gyerek kérdez, akkor ez egy alaptézis, mindig a kérdésre válaszolunk, és mindig addig a mélységig, amit a gyerek még fel tud dolgozni, és azon a nyelven, amin ezt megérti. Az apropó a készülődés, az apropó a mesék, az apropó az énekek, az óvodai történések, az iskolai események, a kihúztuk egymást nevét meg kell ajándékozni, és ahogy ez különösképpen a saját közösségeikben is megszerveződik. És ez mind-mind lehetőséget ad arra, hogy én szülőként beszélgessek a gyerekemmel. Nagyon fontos azt nekem tudni, hogy a gyerek mit tud, hogy a gyerek mit érez, hogy a gyerek mit gondol, hogy a gyerek milyen indítatásoktól vezérelve teszi fel ezeket a kérdéseit. Egyáltalán ismerjem meg a gyerekemet ebben az időszakban, van rá időm, és figyeljek rá oda. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy igen, én elmondom a puszta létemmel, az életemmel, a cselekedeteimmel minden érzésemet és gondolatomat a gyerekemnek, mert nem kell szavakba önteni, hogy érzed magad, a gyerek tudja. Nem kell szavakba önteni, hogy te most lázasan készülődsz, a gyerek tudja, látja, le fogja olvasni rólunk. Sokkal fontosabb az, hogy a gyerek megkapja a válaszokat a kérdéseire, és mondom, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek részese legyen ennek az egésznek, és ne elszenvedője. Tehát, hogy ő is tevékenyen részt vehessen mindabba, ami történik. Hogy igen, tudja, hogy most mire készülünk. Ebben az értelemben, ahogy te ezt ilyen csodálatosan megfogalmaztad és elmondtad, hála és köszönet érte, azt gondolom a legtöbb szülő nem fogja tudni így megfogalmazni, ha csak nem nézte a műsorunkat és nem tanul belőle. De valamit el tud mondani. Valamit, ami neki fontos. Valamit, ami az ő életében otthon van. Vállalnia kell önmagát a gyereke előtt. Bizony, ez a szeretet. Én olyan sokszor gondolkozom rajta, hogy ugye azt mondjuk karácsony a szeretet ünnepe, és hogy akkor most tudjuk szeretni egymást, és hogyan szeressünk, okosan szeressünk, és beszélünk a szeretetről. De hogy kinek mit jelent a szeretet?
ahogy ezt gyönyörűen megfogalmaztad, hogy megajándékozott vagyok. Tehát, hogy ezek mind-mind lehetőségek és alkalmak arra, hogy kapcsolódjunk a gyerekenkhöz, hogy kapcsolódjunk a párunkhoz, hogy kapcsolódjunk az életünkhöz, mert ezek a kapcsolatok tesznek bennünket emberré, és itt van módunk és lehetőségünk arra, hogy ezt valóban megéljük, ne csak elszenvedjük és átrohanjunk ezen is. Sokat gondolkoztam, ugye most elmondta a gyerek aspektusból az egésznek a lényegét, és azon gondolkoztam, hogy egy példát hozok be, volt most nemrég nálam egy hölgy, aki arról panaszkodott, hogy neki nincsenek karácsonyi hagyományai, mert hogy a szülei nem adtak, nem úgy éltek, tehát az apukája egy alkoholfüggő volt, az édesanyjának az összes energiája erre ment rá, és valahogy náluk nem alakultak ki ezek a szép készülődések, az ünnepre való átszellemülés, a felkészülés, a várakozás csodája, mert hogy ugye nekem például ezt jelenti, nekem a karácsony az maga a csodavárás, és a megajándékozottság, ezt én is köszönöm szépen ezt a gondolatot. És beszélgettem vele arról, hogy hol nézzen utána, hogy mit olvasson, mert kért tőlem irodalmi ajánlásokat is, hogy miben nézzen, hogy személyeket mondjak, hogy kikkel tudna erről beszélgetni. Egyébként ajánlottam a Gábor atyát is az illetőnek. És azon gondolkoztam, hogy mekkora áldásban van részünk, hogy nekünk van karácsonyi hagyományunk, hogy vannak erről gondolataink, érzéseink, vissza tudunk nyúlni a régi szülői emlékekhez, aztán az az új család, amit mi hoztunk létre, ahol már ugye a saját gyerekeinknek adtuk át és tanítottuk meg azokat a hagyományokat, amiket már mi teremtettünk, és amiben mondjuk benne van még a régi hozott mintánk is, vagy a hozott tradícióink. És azon gondolkoztam, miközben ezt a hölgyet hallgattam, hogy Atya Isten, hogy mennyire szerencsés ember vagyok, vagy mi most mennyire szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert hogy mindannyiunknak tudom, hogy van, hiszen ismerjük egymást, és hogy én anno, amikor nekem kicsik voltak a gyerekeim, természetesen az életkori sajátosságainak megfelelően adtam a választ, bármikor hangzott el bármilyen kérdés, és ami egy kulcsfontosságú mondat volt tőled, hogy én is akarjam tudni, akarjam ismerni a gyerekem, hogy én kérdeztem, ugyanúgy, mint a gyerek, tehát visszakérdeztem, vagy másik kérdést tettem fel, hogy tisztában legyek azzal, hogy az ő fejében és az ő lelkében mi van a karácsonnyal kapcsolatosan. És mindig volt nálunk egy ilyen kis misztikum, hogy ott van egy toll, biztos egy angyal járt, itt már készülődik, vagy egy ilyen ezüst szál, vagy mentünk ugye a betlehemeket nézni a templomokba. Tudom is, hogy melyik templomba volt a legszebb, a legnagyobb, melyik tetszett nekünk legjobban. Tehát, hogy ezek mind-mind abszolút kellenek, és ott vannak. És ha én ezt csodaként élem meg, mint anyuka, és ugye remélhetőleg az apuka is úgy éli meg, hogyha hasonló az értékrend, akkor a gyereknek azt adod át, ami benned van, amiről Gábor is beszélt sokat, hogy te csak azt tudod adni, amit neked jelent, ami benned van, és ha mondjuk valaki nem kapta meg, mint a példában említett hölgy, akkor lehet ezeket pótolni, és lehet új hagyományokat, új szokásokat kialakítani. Tehát, hogy semmi nincs veszély, és nincsen későn, mert hogy utólag is be lehet ezeket építeni, és ugyanolyan csodává és szépé lehet tenni. Talán a tavalyi karácsony volt rá példa, hogy mennyire ott abban a családban, ahol kialakult a megszokás, a hagyomány, ez mennyire meg kell, hogy maradjon. Ugye tavaly karácsonykor például hozzánk nem tudtak jönni az unokák, köszönhetően a Covid járványnak nagyon sok helyre nem tudtak, és rajtunk kívül nagyon sok nagyszülő tudok, hogy mégis ugyanúgy ott volt a karácsonyfa, ugyanakkora volt, ugyanúgy elkészült minden, csak rengeteg kaját dobtak ide, egyszerűen nem tudták elhagyni, mint ahogy mi sem tudtuk azt a hagyományt, mint amikor jönnek a gyerekek, vagy jönnek az unokák, mert hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, viszont bennem megfogalmazódott egy ilyen dolog, és már bocsánat, ha most ebbe a világba hozom át, pedig nagyon gyönyörűen jártunk a vallásban és a karácsonyi szellemiségben, hogy ez az ünnep és a készülődés is az ünnepre, mert valahogy ilyenkor mindenki én sokkal többet hatódok meg, sokkal inkább érzelmesebbek az emberek, hogy van benne valami csapatépítő. Van, meg egy kohézió is van. Hogyha ezt jól csinálja a család, meg jól csinálja az a csoport, ahova tartozol, ez lehet munkahely, ez lehet egy tánccsoport, ez lehet egy énekkar, ez lehet egy szövőszakkör, egy nem tudom én micsoda, teljesen mindegy. Nekünk például ugye a zene, mi készülünk karácsonyi dalokkal, nem tudom én, programokra,
És ez egy, az egy csodálatos dolog nekünk is otthon ezeket a gyakorlásokat csinálni, ezeket az együttzenéléseket. Egyébként is zenélünk együtt, de azért ez egy kicsit másmilyen érzés, és másmilyen. Bizony, ennek van összekovácsoló ereje. Tehát az embernek nagyon fontos a kapcsolódás. Így tudod megélni azt, hogy szeretve vagy, és így tudod odadni te a másiknak, hogy fontos és szereted, és számíthat rád. Én azt gondolom, hogy ez erről kell, hogy szóljon, és ha ez így van, akkor a foglalkozás elérte a célját, és ez így van rendjén. Beszéltünk róla egy héttel ezelőtt, hogy van, ahol az a hagyomány karácsonykor, hogy elmennek egy szállodába pont azért, hogy az anyukájának ne kelljen annyit dolgozni. Nekem speciál ez elképzelhetetlen, mert annyira ragaszkodom a hagyományokhoz, hogy ennek úgy kell lenni, hogy ha karácsonyfának ott kell lenni, és nekem azt gyönyörködni kell benne február közepéig, mert nálunk addig ott marad a karácsonyfa, mert annyira szeretjük, szerencsére mind a ketten. Akkor változtat az ember ezen a hagyományon, amikor mondjuk egy fiatal házaspárnál megérkezik az első gyerek, vagy a nagyszülőkhöz megérkezik az első unoka, és itt kinézek operatőr kollégánkra, akiknek tudom, hogy az idei karácsonyok más lesz, mint az eddigi volt. Rengeteget, ez egy örömváltozás. Akárhogy is nézzük azt, hogy most már ott csillog babaszem. Tehát ezek valami csodálatos dolgok, és erre tényleg érdemes hagyományokat kialakítani, és tényleg érdemes készülni. Én az is eszembe jutott, ha már így játszunk a gondolattal, hogy még akkor is, hogyha ez a régi tradíció, ez a végiglátogatjuk, végigesszük, sokak számára idegen is azt mondják, hogy elmegyek wellnesselni, azért ott is föl lehet, meg lehet találni ennek az ünnepnek a tartalmát. Tehát, hogy a megajándékozást azt ott is meg lehet élni, hogyha nekem ez fontos. Tehát, hogy tényleg, csak ebben tudom, ezt tudom újra meg újra mondani, ha nekem fontos, akkor teljesen mindegy, hogy én most a nagy vacsorával és a nagy ünnepléssel és csillagszóróval és gyertyafénnyel, vagy egy uszodába, vagy nem tudom, a medence szélén ülve ülünk le, és akkor ünneplünk. Ha nekem fontos, akkor ünnepé válik, akárhogy is helyeződik el. Ha nem fontos nekem, akkor ugyanolyan, mint bármilyen más alkalom, vagy bármilyen más nap. Gyönyörű beszédet hallgattunk Gábor atyától a műsor elején, de hagy hozzuk vissza az egy évvel ezelőtti hagyományunkat, ismét nem tudtál készülni rá, de talán már nem lep meg annyira, a műsornak hamarosan vége, de én arra kérlek, hogy te köszönj el most az első gyertya jegyében. Nekem az első adventi gyertyának a meggyújtása az első lépést jelenti. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy bármiféle változás elindulhasson az életünkben, ahhoz azt az első lépést kell megtenni. És hogy az adventi koszorún nem gyújtjuk meg azt az első gyertyát, akkor nem fog felgyulladni mind a négy, és nem fog megérkezni az ünnepbe. És sokat beszélgettünk itt a hagyományokról, meg a változásokról, meg mit, hogyan alakítsunk, és azt gondolom, hogy ez is egy jó lehetőséget tud arra adni, hogy elindítsam azt, ami fontos számomra, vagy elindítsak egy változást az én életemben, vagy a családom életében. És hogy ez a változás a kapcsolatok felé vezet, az élet felé, legyen szó az Istennel való kapcsolat, vagy az emberi kapcsolatokról, akkor az mindig a világosságot fogja hozni az életembe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első gyártyára talán ilyen szemmel érdemes ránézni, hogy ez a változás az induljon el az én életemben, a családom életében, a közösségem életében, ott, ahol vagyok, vagy ahol fontosak számomra az emberek. Köszönjük szépen. Szeretetteljes adventet kívánunk.